Arlett, neked mi történt a lábaddal? Hogy van egy kis időd? És akkor mondta, hogy persze. Azt mondod, hogy mi történt a lábaddal, elütött a vonat, akkor én mindenki felkapja fel, hogy mi van. Kiszedtek a vagon alól, és betettek a mentőautóba, amikor én még azt mondtam, hogy valaki segítsen, mert kurvára fáj a lábam. Uh-huh. És onnantól kezdve én kómába estem. Uh-huh. 15 napig voltam kómában, és háromszor élesztettek újra, mert a szív működésem teljesen leállt. 15 nap után én felébredtem. Annyit tudtam mondani, hogy anya, Jézus él. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Bencsi Géva Arlett. Nagyon szép ez az Arlett név, még soha nem hallottam. Sokan vannak így. De honnan jött? Apudékat megkérdezted anyut? Nem, hanem első szerelem gyerek vagyok. Aha. És Párizsban fogantam. A anyukámék, amikor összeházasodtak, a választott keresztanyámhoz mentek Nász útra, uh-huh. és már úgy jöttek vissza, hogy én ott voltam. Uh-huh. És a Mariannak mondták, hogy akkor adjon nekem ő nevet. És uh-huh. ugye tudták, hogy, vagyis hát akkor még nem tudták, ugye 37 éves vagyok, nem tudták, hogy most kislány lesz, vagy kisfiú. Ha fiú lettem volna, akkor Ádám lettem volna. De a Marian mondta, hogy akkor legyek Arlett. Uh-huh. Ez egy francia név. Uh-huh. És volt a 80-as években a Vágó Istvánnak a Álljon meg egy szóra tanár úr műsor. Igen. És anyáik nekik írtak, hogy szeretnék, hogyha Arlett lenne a nevem. De mivel még nem volt akkor a magyar névutókönyvben benne az Arlett, ezért a vágó elintézte, hogy lehet-e Arlett, de csak úgy, hogyha van egy első nevem, ami magyar. Uh-huh. És így lettem, Bencsik Éva Arlett, mert hogy anyukám Éva. Uh-huh. És akkor ez így egyszerű, de amúgy soha életemben nem használtam az Évát, sőt, amikor kijöttem és mentem orvoshoz, akkor ugye ordítottak a folyosón, hogy Éva, Éva Bencik, uh-huh. és én kerestem anyát, hogy hol van. Mert annyira nem érzem magamének uh-huh. ezt az Évát, tudom, hogy az anya. És uh-huh. akkor így Arlett. De jó, azért sokan nem tudják elmondani, hogy a Vágó István közreműködésével szerzett magának második nevet, vagy akár elsőt, vagy egyáltalán egy ennyire közismert, híres ember segítkezett abban, hogy nevet találjanak. Ez jó, ez tetszik? De nem hiszem, hogy ő emlékszik rám. De nekem is csak egy jó sztori, amit így el tudok mondani. Sőt, amikor még ilyen tizenéves voltam, és bulizni jártunk, és jöttek tud a fiúk, hogy ismerkedni, vagy uh-huh. ilyenek, akkor mindig ezzel poénkodtam, hogy különleges embernek különleges név jár. Uh-huh. Aztán így mindig elkezdődött a kis társalgás, de hát uh-huh. igazából szeretem a nevemet. Igen, ez jó. Nem, igazából senki ez nem hasonlítható, én nem találkoztam még ezzel a keresztnévvel. Ettől függetlenül nagyon érdekes, és van benne valami izgalmas, ja. azt lehet mondani. Köszönöm. De jó, meg nagyon jó a kisugázásod. Tehát az első pillanatban láttam rajtad egy ilyen mosolygós, nagyon-nagyon határozott hölgy vagy, aki lehet, hogy egy picit most izgul a felvétel miatt, de egyébként, hogyha nem izgul, akkor egyébként meg egy kicsit olyan vagy, elmosolygod, elneveted, de szerintem azért agyban és gondolataidban azért tudod a dolgokat előre szinte, ugye ezt lehet mondani? Igyekszem. Maradjunk ebben. Igyekszem. Van egy 3,5 hónapos kisfiatok, ugye? Igen. Tóth Norris Gábornak hívják, ha jól tudom, ugye? Igen. Na most náluk, tehát az amerikaiak ugye az első nevet használják, tehát a middle name-nek a Norris, a Gábor, az ott van, de hát ugye ő Norris Tóth. Uh-huh. Norris Tóth, de jó. Igen. Különleges, igen. Apuka után, igen. És neki is megvan a sztoria, hogy ő miért lett Norris. Igen? Persze. Hát halljuk, hát ma nevekről beszélgetünk, de hát nagyon köszönjük neked, Arlett, hogy eljöttél hozzánk, igen. Várjál, bocs, hogy közbevágok. Azon gatottam, hogy
kire hasonlítod a neved, hogy Arlett, nem hasonlít rá, de van egy másik, egy énekes csajszi, az Odette, és valahogy azzal kötöttem most össze ezt a két keresztnevet, hogy az is hasonló lehet, hasonló szituban. Az is francia név szerintem. Uh-huh. Lehet, hogy akkor itt nem jött. És suliba a francia szakos voltál? Amúgy igen. Tényleg? Igen, elkezdtem a franciát, de borzasztóan nem tetszett. Uh-huh. Nem. De még mielőtt elmennénk az énekesek mellett, hogy Odette, ő tudod, kire hasonlít? Kire? Te már tudod? Jaj, igen. Kire hasonlít? Kozma Orsi. Orsi. Kozma Orsi. Kozma Orsi. Nem? Szerintem Makó Jeruzsálem, de a Péter szerint teljesen. És gondolom, ez pumpált téged. Jó? Oké. Okay. Hol tartottunk? Norris. Norris, igen, a kisfiadnál. A Yellowstone Parkban voltunk, és akkor már, mikor elindultunk a Yellowstone-ba, akkor vettek vért, mert mondtam, hogy igen, én szeretném megtudni, hogy kisfiú vagy kislány. Én úgy éreztem, hogy kislány. Apukám és a párom mondta, hogy tuti, hogy fiú. Mondtam, nem, ez bennem van, én érzem, kislány. Uh-huh. És fönt voltunk a Yellowstone-on, vártuk, hogy kitörjön a gejzír 40 percenként, és elkezdtünk a neveket nézegetni. Fiút is, és lány nevet is. És hát ugye felcsaptuk a Google-it, és csak nézegettük, és így olvasgattuk, jókat nevettünk. Aztán igazából egyik se tetszett. De fiút is néztünk, és lány nevet is néztünk, és megláttuk a gejzírt, oké, kitört, megyünk tovább, és átmentünk a Norris Mountainre. Uh-huh. És ez akkor úgy nem is nagyon tudatosult bennünk, hanem amikor hazajöttünk, és nézegettük, hogy itt is voltunk, ott is voltunk, és akkor Norris Mountain, és tök jót sétáltunk, esett a hó, és ez ilyen olyan jó sztori volt, és akkor mondtam Gábornak, hogy Norris. Ez tetszik neked? És akkor Norris Tóth. És mondta, ez tök jó. Mondtam, jó, akkor fiú lesz, akkor lesz Norris. És utána nem is tudom, hogy két nappal, ahogy hazajöttünk, akkor írtam a dokinak, hogy na, akkor mi volt, és akkor gratulálok, kisfiú. Uh-huh. És akkor mondom, fiú, nem hiszem el. És persze kellett 10 másodperc, hogy fiú. Aztán rájöttem, hogy a fiú nagyon jó, és akkor elkezdtem örülni, és onnantól kezdve tudtuk, hogy, uh-huh. hogy Norris lesz. De jó! Ezek a keresztnevek legalább elindították az egészet, Péter. És tudod, miért Gábor a másik neve? Miért? Mert nem lett csak Norris. Igen. Igen. Apa után lett Gábor. Most egy picit várj. Nem ezt a nevetést kell betenni. De oké, akkor várj egy kicsit. Oké, még ezt nézel a képernyőre, légy szíves? Mondasz egyébként valamit, ja. Ja. De várj, de az Orsi most nem így néz ki. Hát nem így néz ki. De a Péter, amikor rád gondolt, hogy hasonlítasz, akkor erre a képére. Igen, mert most az Orsi hoz... Hát jó, sikerült. Nézd a nevetést. Oké, Péter, győztél, 2 pontot kaptál. Vágó István átart. Ez zseniális. Kijöttél Amerikába ezelőtt hány évvel? 10 évvel ezelőtt. Hogy látod ez az eltelt 10 évet, hogy sikerültek, ha voltak álmaid, kicsit egy ilyen beteljesedésszerű valami történet, vagy csak úgy, vagy élted az életedet, hasonlóra gondoltál, amikor kijöttél, vagy mesélj, de egyáltalán miért jöttél ki? Hát én először 3 hetet terveztem, 3 hónap lett belőle. Én nem tudom, tehát hogy én ilyen kicsit ilyen világot látunk. Megnézzük, hogy milyen az élet a világ másik oldalán. Nem fűztem hozzá azért olyan hú, de nagy reményeket, hogy most én itt világ megváltó leszek, és nem tudom, lottót fogok nyerni Amerikában, fölfedeznek, és színésznő leszek. Tehát nekem nem voltak ilyen gondolataim, hanem tényleg csak megnézzük, hogy ez hogy működik odakint, meg tényleg az, hogy látni. Uh-huh. Én otthon is, hogyha elmentünk valahova, akkor inkább ilyen
hogy mondják ezt, vagy hogy mondjam ezt, ilyen sztorikat gyűjtöttem volna. Tehát az, hogy tényleg ezt is láttam, azt is láttam, itt is voltam, ott is voltam. Én inkább ezeket... Tehát te olyan típusú vagy, hogyha elmentek nyaralni valahová, akkor szereted körbenézni a terepet, hogyha lehet így mondani, ugye? Hogy igen. Egyáltalán milyen szobrok vannak, milyen házak, hogy élhetnek az emberek. Igen. Kicsit így belelátni, aha. És nem biztos, hogy a tengerpart meg a állandóan csak fekszünk és napozunk. Nem. Azt is szerettem, hogy elmegyünk, és akkor fekszünk a tenger vagy óceánparton, de az, hogy ismerkedni, beszélgetni, hogy élnek, mit látnak, mennyivel másképp működik tényleg úgy minden. Nekem ez sokkal szimpatikusabb. Uh-huh. Igen. És kijöttél, miért mondtad a 3 hónapot? Visszamentél? Hazamentél? Hát 90 napra szólt az ESTA. Igen, de visszamentél? Nem, és akkor itt maradtál, és akkor azóta... Nem, itt maradtam, éltem az életemet, dolgoztam, azt szerettem nagyon. Én otthon bankban dolgoztam, uh-huh. És az, hogy ülni a számítógép mellett napi 7 órában, ez nagyon szép és nagyon jó fizető munka volt, viszont nem szerettem csinálni. Uh-huh. És az, hogy itt jöttem-mentem, még hogyha zsidóknál is kezdtem dolgozni, és tényleg dolgozni kellett, de szerettem. Uh-huh. Szerettem, hogy amikor kijött, befejeztem azt a 8 órás munkát, és bezártam magam mögött az ajtót, akkor láttam, hogy valamit csináltam. Uh-huh. És ez nekem tetszett. Uh-huh. Csak még mielőtt, hogy ha ezt Magyarországon hallgatják, uh-huh. Akkor... Péter, olyan hangosan beszélsz. Igen, mi van most a hangerőddel? Nem tudom. Lehet, igen, mondjad, igen. Nem. Szóval, hogy ezt Magyarországon látják, akkor nem úgy értik, hogy zsidóknál dolgoztam, hanem itt vannak ilyen, ha szerik, ilyen nagyon vallásos közösségek, igen. És azok nagyon sokan Magyarországról jöttek. Magyarországról, meg a kelet-európai országból jöttek ki, de azok ilyen pajesz, úgymond, hát, hogy csúnyámodva pajászosok, vagy nagyon vallásosok, és nagyon-nagyon sok magyar lány ott dolgozik. Igen, szóval ott kezdik a melót, szóval ne úgy, hogy ez egy hogy rossz indulatból mondhat, hanem... Nem. Sőt, azért szerintem, azért kezdik a magyar lányok, úgymond zsidóknál a dolgokat, mert beszélnek magyarul, uh-huh. Nagyon sokan. Igen, és nagyon sokan nem beszélnek angolul. És akkor persze, akkor jössz ki, igen. Fogalmad nincs az egészről is, uh-huh. És nem beszélsz angolul, és ott ez egy nagyon könnyű ugródeszka. Igazából ott megismered, amíg ahol laksz, onnan még bejutsz az ő helyükre, akkor úgy felfedezed a várost is, és... tehát megismered egy kicsit az ő kultúrájukat is, attól még, hogy zsidó ugyanúgy ember. És a másik, hogy ugye nagyon sokan ott laknak, igen. Tehát, hogy nem kell beszélni. Mi is ott kezdtünk, egyébként a Boró Parknak hívják azt a bizonyos mindenki részt. Mindenki ott kezdik. Hozzáteszem, hogy mi, nem tudom, hogy ki hogy van vele, mi például azt nagyon szeretünk ott lakni. A főbérlőnkkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és nekünk csak pozitív emlékeink vannak, de nem én vagyok most a vendég, hanem Arlett. Mindig ránézek a papíromra, de tényleg érdekes, furcsa név, de jó, neked úgy valahogy jól áll, és azt képzeltem el rólad, hogy ezt elmondtad, hogy tényleg ilyen francia szakon végeztél, és bejártad egész Párizst, Franciaországot, elmentél arra a bizonyos helyre, hogy anyud meg apud nagyon jól érezte magát. Nem. Voltam Párizsban, csak nagyon kicsi voltam. Uh-huh. Tehát, hogy én így abszolút nem emlékszem rá, de vakanslistás. Igen. Tehát, hogyha egyszer úgy alakulnak a dolgok, és otthon lesz annyi időm, akkor biztos, hogy elmegyek. Szálltam már át Párizsban amúgy. Na. De ennyi volt, hogy hello, szia! De igazából így nézve téged, meg ugye a 3,5 hónapos kisfiadat, tudunk róla. Szerintem most, és ráadásul meg hogy lehet ezt szépen mondani egy hölgynek, hogy nagyon fiatal vagy. Tehát elképzelt, hogy jön a következő baba is majd. Nem akarom a falra festeni az ördögöt, de ez így szokott történni, ami nagyon helyes, persze kell is. És hát neked most gyakorlatilag az a 7-8-10 év az kiesik, majd utána mész Párizsba, de hát akkor is ugyanolyan lesz. Persze, szeretnék. Igen, tesót, még nem most, nyilván 15 hetes volt persze, tegnap, hát ez... szóval még ez nagyon korai. Én szeretnék, meglátjuk, hogy te egy ilyen anya tyúkanyó típus abszolút. Vagy? Tehát, hogy szeretnéd, hogy minél többen üljenek az asztalon? Nem. Nekem 3 tesóm van, uh-huh. A páromnak egy nővére, uh-huh.
Nekem viszont tehát én vagyok 37 éves, a húgom 21, az öcsém 22, az első öcsém 25 lesz decemberben, a második öcsém 22. Tehát, hogy nekem úgymond az életem, már így tudatosabb módon, a babysitterésről szól teljesen. Uh-huh. Tehát, akkor te már ott begyakoroltad otthon. Teljesen, de kettőnél többet nem vállalik. Tehát ezt, szerintem három gyerek az nagyon sok. És hogyha a második is fiú lesz, akkor homlokorra csapsz, és azt mondod, hogy nem értelek, miért tetted ezt velem? Szerintem akkor nekem kell még tanulni a férfiakról. Mert azért három fickóval élni azért nem rossz, nem? Nem. Szeretnék nyilván kislányt, hogy akkor kiegyenlítem. A balansz meg legyen. Igen, teljesen, de ha fiú lesz, akkor még tanulok. Tanulnom kell a fiúkról. Ez jó, ügyes, jó válasz, gondolom, hogy nézni fogja a párod is, ami is az adásunkat. Jó, tehát végigmentél akkor ugye a Borópark részen, és akkor utána jött valami más, jött egy nagy váltás itt Amerikában. Nem jött váltás, hanem bekerültem egy céghez. Amerikai céghez. A másik dolog, ahol minden magyar lány kezdett régi időkben, és bekerültem én is a céghez, aztán elkezdtem ott dolgozni, hát ilyen heti egy napot dolgoztam 3 órában, kezdésnek aztán 2 napot, 3 napot, 4 napot is így szépen feltöltögették a napjaimat, és ott nem is tudom, lenyomtam egy 1,5 évet. Azt is szerettem csinálni, mert hogy ilyen in-and-out munka volt, tehát hogy megyek, megcsinálom, befejezem, bezárom az ajtót, megyek a következőre, metrózok, buszozok, és akkor menhettem be jobbról-balra, amit nagyon szerettem és nagyon élveztem, de utána bekerültem egy nagyon gazdag amerikai családhoz. Én voltam a házvezető nőnek a segítője. Wow. Tehát úgymond én voltam a kis csicska, akire a gázos munkákat bízták, de én ezt is nagyon szerettem. Tehát a Central Parkban jártam napi 2-szer kutyát sétáltatni. Meg vasaltam. És igazából, tehát ilyen nagyon monoton volt az egész, de nagyon szerettem. Azt is 4 évet lehúztam. Az jó. 4 évet lehúztam, és már a párom mondta, hogy fejezd be, légy szíves, mert már ebből elég. És közben mi kiköltöztünk New Jersey-be, és onnan jártam be dolgozni, amit szintén nagyon szerettem, tehát minden nap bemenni a... Mikor keltél reggel? 8-ra jártam dolgozni, és csak azért, mert jól cseng 5:55-kor. De jó, megfogad, nem 6-kor, 5:55, igen. Igen, mert még utána megittam a kis teámat reggel. Igen, említetted, hogy nem iszol kávét. Nem szeretem a kávét, még az illatát sem. Nem, tényleg, nem. Péter, takad le. Ja, most nem, kaptál nem kávét. Nem zavar. De nekem se apukám, se anyukám nem kávézik. Tényleg, létezik ilyen család. És valahogy emlékszem, amikor kicsi voltam, és a kapucinát csokit kaptam a mamáiktól, vagy valami, és mondtam, hogy nekem ez nem jó. Nekem ez nem tetszik. Tényleg? Igen. Sportszelet. Igen, mindenképp. Wow. Úgyhogy nekem az a kávézás az abszolút kimaradt az életemből. Persze volt már, úgyhogy megittem a teljes kávét Gáborral. Fú, nem is tudom, hol voltunk. Akkor is valami. Akkor a Yosemite-ben voltunk. És korán keltünk, és Gábor megivott egy teljes kapucsinót, vagy nem tudom, valamit ivott, és akkor mondta, hogy fú, ma hosszú túrára megyünk, így el te is belőle. És akkor mondtam, jó, akkor csinálj belőle nekem ilyen teljes kávét. És kb. Ilyen 2 kanállal tett a pohárba, és fölöltöttük tejjel. 10 kilométert sétáltam. De ilyen pár óra hosszalt, és csak mondtam Gábornak, menjünk már, és mondtam, hogy neked a kávé az így kávé ilyen kávítószerelés. Annyira feldob, hogy nagyon, tehát a pózusom az egeket. Hát akkor, hogyha párod akar menni vele táncolni például, vagy valahová egy kis kávét valamit belekever, alkoholt fogyasztasz? Ittál már, az se? De, szeretem. Már amikor lehet. Most nem? Nem, most nem. Most nem. Most nem lehet. Egy jó pálinkát azért innék. Egy jó magyar pálinkát. Igen, de én... 3 pálinka rendel! A kártyám open! Igen? A mézes fütyülős.
Az finom. Igen. Az nagyon jó. Az nagy kedvenc. Említetted egyébként, hogy Magyarországról Egerből jöttél, vagy Salgótarján? Én Salgótarjában születtem, és hát igazából 14 éves koromig ott laktam. Uh-huh. Aztán elköltöztem Egerbe, és ott érettségiztem, de apukámik leköltöztek Egerbe, szóval hogyha otthon vagyunk, akkor Egerbe. Már csak azért említettem, az Eger azért jutott eszembe, hogy ott nagyon finom borok vannak. Igen. Sőt, most ugye a bikavért világszintre emelték, most már tényleg olyan elismerést kapott az egri bikavér, hogy le a kalap előtt, és nagyon finom, imádom, szeretem. Itt, ha jól tudom, itt van egy liquor store valahol, ahol lehet kapni egri bikavért. Én nem vagyok nagy boros. Én meg csak bor, meg pálinka. Aha. De ez az én bajom. Na jó, ne beszéljünk erre, oké. Okay. Jó, és akkor elkezdted, mondta a párod, akkor ezt most már hagyd abba a menheteni munkádat. Igen. És utána? Utána nem találtam semmit. És ott King Jersey-be elkezdtem szintén. Visszamentem ilyen zsidó családokhoz. Uh-huh. És ott csak egy pár hónapig dolgoztam, addig, amíg nem akartam otthon ülni, és beadtam a jelentkezésemet egy észt-amerikai céghez, és az is egy ilyen takarító cég, uh-huh. de nagyon szerettem volna bekerülni, és azon imádkoztam folyamatosan, hogy csak oda kerüljek be, de mivel nem úgy pörögtek az események, hogy most akkor jó, jövő héten jöhetsz hozzánk, ezért muszáj voltam vállalni másikat, és ott kint Jerseybe kezdtem el zsidóknál dolgozni. Ja. Ja, azt mondja, ja, ja. Ez. Jó, és a pároddal hogy ismerkedtél meg? Na, erre akartam kitérni. Fogadjunk, hogy Péternek valamelyik bulijába. Nem. Nem, hála Istennek. Nem. Igen? Semmi ilyenek nem volt. A cég, akinél dolgoztam, a Lexingtonon, az egyik buildingben, és én ott mostam is egy ügyvédnek voltam a takarítólánya, és kedden pénteken 8-tól 11-ig. És reggel mindig az első út előbb kezdtem, tehát inkább 3-4-8-ra mentem, mert tudtam, hogy 8-kor mindenki lemegy a mosodába, úgyhogy én 3-4-8-ra már mentem, gyorsan levittem a laundryban mindent, bepakoltam a mosógépeket, és a 11-en dolgoztam, és a pincéből, ahogy mentem föl, megállt ugye a földszinten a lift, beszállt két srác, én telefonáltam egy pennsylvániai ismerősömmel, és beszállt két srác, excuse me, folytattam tovább a beszélgetést, egy emeletet mentek föl, és az egyik srác kiszállt, és mondta a másik neki, hogy mennyi ki, mindjárt megyek utána. Visszahívlak, magyarok vagytok? És én már akkor másfél éve voltam itt, Gábor meg egy pár hónapja, vagy pár hete jött, és semmit nem tudott még. Ugye ott mi elkezdtünk beszélgetni. És én akkor voltam 28 éves, Gábor viszont 23. És még úgy gondoltam, hogy ő nagyon-nagyon fiatal. Tehát én világéletemben általában vagy velem egy idősek, vagy fiatalabb párkapcsolataim voltak, de hát akkor 28 és ő 23, tehát úgy gondoltam, hogy még nagyon-nagyon fiatal, tehát hogy nem, és megmutatom neki a várost. Aztán nagyon sokat jöttünk, mentünk, és egyszer csak szerelem. Wow. És azóta is együtt vagyunk. Ez most már 9 éve lesz. De jó. Ilyen sztorit is ritkán lehet hallani, hogy telefonálsz a liftben, beszáll két srác, és akkor a végén lehúzol vele 9-et, meg még ugye 20-30-40-50-et. Meg van egy gyerekem. Meg van egy gyereket tőle, ez hihetetlen. Igen, és hogyha akkor én nem telefonálok, vagy nem szólalnak meg, akkor szerintem abszolút nem. Nincsenek véletlenek. Nincsenek, és szerintem az egész életem ilyen. Igen? Hogy véletlenek nincsenek. Tehát mindig csak egy hajszál, mindig csak egy véletlen, de mindig jól alakul. Vagyis hát úgy gondolom. Itt mi van, Péter? Énekelnek, ha szerepelne, ahogy szoktál? Nem. Igen. Oké, az most miért van ma itt az De még nem. Tudom, igen. Na mindegy, akkor ezt majd elmondom később, mert
mi beszélgettünk, mert együtt voltunk a Magyar Tanyán, ugye? Igen. És elkezdtünk beszélgetni. Erről most akkor nem fog, nem fogjuk lelőni a miértet. És én valakivel beszéltem telefonon, te meg elkezdtél beszélni egy bizonyos dologról, és mondom, figyelj, mindenféleképpen nekünk beszélni kell, beszélgessünk erről, hogy mert annyira pozitív kisugárzás, olyan, az Attilának pont mindig ez a lényege, hogy szeretne az, hogy vagy egy embernél, amit mondasz, bekattan, és valami pozitív inspiráló tudsz csinálni, és az, amit te csináltál, meg ami veled történt, azt hiszem egy pozitív inspiráló dolog. Mert nem pozitív, ami történt veled, hanem ahogy kijöttél belőle. Most az a szerencsét, hogy nem a liftbe telefonált, és nem te léptél be a barátnődél a Magyar Tanyán. Most kézzed el kisfókos, de életem, drágám. Jó, ez csak poén volt. Jó. Péter mindenáron azt szeretné, hogy elmeséld, amit ő akkor ott hallott, de akkor most kezd el mesélni, de várjál. Csak az a valami apropót ki akartam találni. Okay, hogy beszéljünk másról, aztán majd ide visszatérünk. Igen. Na, és a Gábor mit mond ennyi évvel teltével, hogy ő... Hát, persze, hogy nem bánta meg, hát ugye... Fölhívjuk. Hogy, tehát azért, hát gondolom, ő, mint fickó, azért rád nézett, és azt mondta, hogy mondta a barátjának, hogy figyelj, én sétálni fogok ezzel a lányjal, vagy gondolom, valami így zajlódott. Vagy... Nem hiszem, tehát, hogy akkor benne valami ilyesmi is megfordult, tehát... Hidd el! Benned is megfordult szerintem, hogy ez a fiú, még jó, hogy nem szállt ki a liftből. Szerintem akkor mi annyira egy támaszt kerestünk mind a ketten, hogy nem gondolkodtunk a párkapcsolatban semmilyenben. Tehát nekem sem volt úgymond senkim. Akkor költöztem Bronxba. Ide jó helyet találtál. Munkatársamhoz. Igen. És ketten voltunk lányok egy lakásban, és ketten voltunk fehérek az utcában. És borzasztóan szerettünk ott lakni. Tényleg? Annyira pozitívak voltak, mint a spanyolok, mint a feketék, akik ott laktak az utcában. Semmi rosszat nem tudsz mondani erre a környékre. Nem. De azért hiába laktál valakivel, mégis magányos voltál, és akartál? Tehát akkor költöztem oda egy hete, amikor találkoztam Gáborral. Tehát, hogy nekem ott az egész egy ilyen nagyon... Nagyon új helyzet volt, és tényleg nekem is csak az, hogy barátok, közelség. Tehát olyan kerestem az, hogy legyen egy támaszom. Igen, mert azért azt tudni kell mindenkinek, hogy otthonról, amikor eljössz, akkor vannak barátaid, barátnőd, tudod, hogy kihez lehet bármikor bekopogni, fölhívni egy kávé a te esetedben, nem egy teát, vagy egy jó ebédet, vacsit megenni, vagy hazamész anyudékhoz, elmondod, hogy ez történt, az, hogy segítsetek már, ez hogy lehetne. Tehát mindig van hová nyúlni. Itt az ember, amikor kijön Amerikába, és legfőképpen itt New Yorkba, de minden városra igaz, de ebbe a kicsi városba is, ugye 14 millióan itt vagyunk, hogy azért az ember szeretne néha, ugye, jó gondolom, hogy szeretne valami olyan támaszt, kapocs, vagy bárki, a tényleg csak baráti szinten nézve a történetet. Meg az, hogy tehát másfél éve voltam kint, még tehát nem beszéltem angolul, nem tudtam, hogy ki mit és hogyan csinál, nem ismertem a kultúrájukat, és tényleg fogalmam sem volt semmiről. Kerestem azokat a magyar pontokat, ahol egy kicsit is kiteljesedhetek. Tehát én mielőtt kijöttem, 8 évig éltem Pesten. 7, bocsánat. És Pesten is akárhova mész, bárkihez hozzászólsz, azért ott úgy beszélgetnek veled, vagy segítenek, és itt senkit nem ismersz, tényleg. Semmiről fogalmam nem volt. És az, hogy találkoztam valakivel egy liftben, aki ez esetben mondjuk fiú volt, és tudtam vele beszélgetni, és én már akkor vagány voltam, mert másfél éve itt voltam, és láttam sok mindent. Ő egy pár hete sehol, és meg tudtam neki mutatni. Tehát, hogy úgy én is tudtam egy kicsit ilyen mankó lenni az ő életében, és szerintem csak ennyi volt. Tehát nem hiszem, hogy ő úgy nézett rám, hogy hú, milyen csaj. Fogalmam sincs. Ez tényleg nem. Hát a stafétabotot akkor átadjuk majd Tóth Gábornak, és elmeséli nekünk. Egyébként ő mit csinál? Ő van a nagyvilágban? Őnek is van a munkája? Igen, ő villanyszerelő, nagyon szeret horgászni,
motorra jár dolgozni. Élete, milyen motorja van? Húj. A Suzuki-ja van. Wow, de ilyen sportszerű valami? Mm. Túra. Ezt tudnod túra kell. Motor. Anya, ezt tudnod kell. Igen. Ott áll a ház előtt. Igen, túra motor, igen. 650-es. És villanyszerelő. Nekem a villanyszerelők egy csoda. Egy az, annyira, tehát pár dologtól félek, a kutyától, a lótól, meg a villanytól, de valami iszonyatos módon mind a háromtól. Mondjuk a Péternek az Árpi kutyájától nem, egy puli, egy fehér puli, ugyanolyan széles, mint amilyen hosszú, valami hihetetlen kutya, és amikor csináltuk, vagy kimegyünk hozzájuk, vagy bármi, akkor ő addig ugat, amíg a csajszim, a kisvörös el nem kezdi simogatni, és úgy, hogy hanyat vágja magát, sét a lábok közé, nem? És hihetetlen kutya. Jó, oké. Na, szóval akkor Gábor ezt csinálja, ő villanyszerelő, és de hát gondolom, most ő is repül boldog, legfőképpen, hogy ő maradt otthon három és fél hónapos. Az első alkalom. Az első alkalom? Az első alkalom, még sosem jöttem el. Tehát már volt el, hogy kiszaladtam a postaládához, még a gyerek aludt, és akkor tehát otthon maradt vele apa, de ilyen még nem mit volt. Szólt hozzá egyébként? Hogy most hogy ide jössz. Most akkor megmutatom, és akkor most akkor kisfiam, legyen nagyon jó fej. És akkor csináljuk meg együtt. Nem, de amúgy nagyon jó fej kisrác. Aha. Tehát, hogy nem az a állandóan ordítok, meg persze sír, hogyha baja van, de nem ilyen nyiszörös. Szeret enni? Majdnem 7 kiló. Mennyivel született? A 3160. Aha. Ahhoz képest azóta 3,5 hónapja tornázik rendesen. Igen. Semmi más nem kap, csak anyatejet. Úgyhogy van. Te egészségesen táplálkozol, meg egészségesen élsz egyébként? Próbálkozok. Uh-huh. Próbálkozok, igen. A nápolyiról nem tudok lemondani, meg az ilyen csokiról, nagyon. Függő vagy? Igen. Főleg ez az anyatejjel, nem tudom, hogy jött szénhidrátot. Több szénhidrátot. Kívánod? Nagyon? Ja. Életem. Nagyon. De jó. Na Péter, akkor eljött a te pillanatod. Az a pillanat jött el egyébként, ezt a kedves nézőknek mondom, amire én is fölkaptam a fejemet. Mert a Péter vázlatosan elmesélte, hogy ő mit hallott, és hogy az Arlettnek mindenképpen itt kell lenni. De ezt a Péter onnan tudja, hogy most a magyar tanyán, ahogy kint voltunk, az egyik srác, a Béla, aki ott ült velünk szembe, elkezdtünk beszélgetni, és senki nem mondott semmit. Ugye én előtte a picivel voltam bent a gyerekmedencébe, és én mentem be vele, és a Béla megkérdezte, hogy Arlett, neked mi történt a lábaddal? Hogy van egy kis időd, és akkor mondta, hogy persze. Szóval, de ha nem akarsz, akkor nem kell róla beszélni. Te egyébként ilyen, ilyen trécselős kis csajsz, vagy hogy bárki így hozzászól, és akkor azonnal? Attól függ, hogy szólnak hozzám. Uh-huh. Tehát, hogyha olyan a kisugárzás, és szimpatikus az ember, akkor bármiről el lehet beszélgetni, de hogyha nem jól fogják meg a dolgokat, akkor nem. Uh-huh. Hogy nem tudnak például beszállni a liftbe. Igen, Péter, mondjad. Nem, én tudtam rólad, hogy mi történt. Aha. Már nagyon régóta. De sőt, meg se történt már, akkor de, tudtam. De mint egy kulturális, vagy kulturált ember, nem fogjuk, mosod ma, mi van, érted, mert az bunkóság. Meg valaki, én azért nem is beszéltem róla, mert valaki, tudod, ez ilyen, nem nyilvános dolog, hogy nem akar róla beszélni, mert... Igen. De, és amikor elkezdtél róla beszélni, akkor mondom, figyelj, ezt csak maga a történetet, és ezt nem én akarom, most nem az én számom akarok hallani, ugyanazt, amit akkor elmondtál, hogy hányszor élesztettek újra, vagy hányszor haltál meg a fejed. De várj, Péter. Igen. Tehát ezek szerint akkor a Béla jól kérdezett. A Béla megkérdezte, hogy tehát annyit mondod, hogy megkérdeztem, hogy mi történt a lábaddal, de ha nem akarsz, akkor nem kell róla beszélni. És akkor mondtam, hogy de szívesen elmesélem, csak adj egy kis időt. Mert nem 2 perc a sztori, az igazság. Ja. Akkor kezdjük.
Most ráérünk. mert... Nem, azért vagy aranyos egyébként, meg azért nagyon jó, hogy ezt megosztod velünk, meg a nézőkkel, mert nem hétköznapi dolog, ami veled történt. Mert az, hogy nekem perforált vakbelem volt, meg kitől eltört egyszer a két kezem, meg Péternek ez a baja, ugye tönkrement kezével történt minden, ezek a, hát jó, F-csont befolt. Ja, de amikor azt mondod, hogy mi történt a lábaddal, elütött a vonat, akkor mindenki felkapja fel, hogy mi van. Mert hát azért, tehát az, hogy elütött az autó, vagy ilyenek, azért a sűrűbben hallja az ember, mint az, hogy elütött a vonat, az igen. Na kezdjük hozzá, hiszen Arlettet elütötte a vonat, és egyébként, bocsi, de maga a cselekmény az hogy történt, vagy az esemény? Tehát, hogy autóval mentél, vagy gyalog? Gyalog mentem, átmentem a vasúton. Tehát átmentem a vasúton. Uh-huh. Ami egy kanyarban volt, és zenét hallgattam. Ja, fülhallgatóban. Uh-huh. Ja, és akkor voltam 20 éves. 19? Nem, kiszámoltam 20. 20. 2005. január 10-én volt a baleset. Ja. Kanyarban mentél át, hallgatod a zenét, és jött a vonat, do. Igen, a vonat tolatott. Tehát, hogyha szemből jön, akkor lát. Akkor uh-huh. rám dudál, nyilván akkor nem történik semmi, de tolatott, és ő sem látott. Viszont egy manus cigizett az ablakban, és megfúzta a vészféket, mint ott valakit látott volna, címszóval. Uh-huh. És igazából ő mentette meg az életemet. Csú, elkapott egy vonat tolatva, egy ember cigizik, igen. És ő meghúzza a vészféket, de azt a lélek jelenlétet, ami annál a cigis embernél volt, találkoztál vele? Nem. Nem, hát ezt ugye akkor már nem, utána nem eszembe se jutott, mondjuk, hogy, uh-huh. hogy ezt így. De ő okay. meghúzta a vészféket, uh-huh. megállt a vonat. Na most engem elkapott fejjel. Tehát, hogy én lefejeltem a vonatot, és ráakadtam ott nem tudom mire, és ez tolt maga előtt. És ugye a sín között vannak ilyen betonpántok. Uh-huh. És a betonpántokon a lábam így... De mennyit tolt? Milyen hosszan? Nem tudom. Uh-huh. De beestem közé, és három vagon ment át rajtam. Tehát, hogy úgymond fölöttem. Uh-huh. Tehát, hogy semmilyen, se kezem, se lábam nem lógott ki, uh-huh. hogy átment volna rajtam, csak ezek a betonpántok ott uh-huh. Így fejelgetted a hang. Igen, igen. És a cipőmnek semmi baja nem volt, viszont a lábamat darabokba szedték ki a cipőből. Jó. Emiatt uh-huh. kellett amputálni, de nem foglalkoztak a lábammal három napig, mert a koponyacsontom az ketté tört. És ahogy így van a koponyacsont, az nem kifelé tört, hanem befelé. Uh-huh. És belement az agylebenybe, és az agylebenyben is úgy, hogy a T-zóna, ami szállítja az agyba a vért, abba is beleakadt. Uh-huh. Hát, hogy abba is belement. És anyukám intézett egy helikoptert, mert hogy ez Salgótarjánban történt. És anyukám intézett egy helikoptert, ami felvitt volna Budapestre, az amerikai útra, az agysebészetre. Azt mondták az orvosok, hogy nem bírom ki a nyomáskülönbséget. Akkor szerzett egy mentőautót, ami fölvitt volna Budapestre. Azt mondták, másfél órát nem bírok ki a mentőben, úgyhogy az orvost hozatta le a Salgótarjánba. Volt egy 8 órás fejműtét, és az orvos úgy jött ki a műtétről, hogy anyuka most menjen be, nézheti, mert körülbelül 3 órát nézheti, utána majd a temetőbe virággal. Uh-huh. És akkor eltelt a 3 óra, és én még éltem. Akkor eltelt 3 nap, és még mindig éltem, és akkor volt az, hogy megműtötték a lábamat. Tehát előtte csak így fel volt függesztve, és nem nyúltak a lábamhoz, mert azt mondták, hogy minek műtsék meg a lábamat, ha úgyis meghalok. Uh-huh. Tehát, hogy ezt így abszolút nem. De három nap után az orvoshoz ment ugye anya, hogy akkor mondjál, hogy mi van, hogy van, megműtötték a lábamat, stb.
és azt mondta neki az orvos, hogy a központi idegrendszer sérült. Tehát, hogy én életem végig fekszek egy ágyban, egy pislogás igen, kettő nem, semmire nem leszek képes. És ez így is volt. Viszont tehát anyukám a balkezesnek indult az iskolában, és két nagyfüles után megtanították neki a jobb kezét használni. De jobb kézzel elkezdett visszafelírni, amiért én diszlexiás lettem. Tehát, hogy ez ilyen nem tudom micsoda. És nekem is ez a jobb és bal kéz visszafelé vasalok, úgymond. Mert nekem az úgy esik kézre. És valószínűleg pont emiatt meg ugye, hogy a jobb kezem mégis csak az az erősebb, ezért a bal agyfélteke az, ami jobban működik. De mivel megvan a bal kezemnek is, hogy azzal is tudok csinálni dolgokat, ezért a jobb agyfélteke át tudta venni azokat a szerepeket. És volt egy nagyon kedves a nővérke, szedte a szemöldökömet, mosta a hajamat, minden délután, amikor ő dolgozott, kiültetett a kerekes székbe, és a kórháznak a folyosóján tologatott. De ne szaladjunk ennyire előre, igen, mert amikor jött az orvos, és megműtött volna, én a kórházba, szóval elütött a vonat, kiszedtek a vagon alól, és betettek a mentőautóba, amikor én még azt mondtam, hogy valaki segítsen, mert kurvára fáj a lábam. És onnantól kezdve én kómába estem. 15 napig voltam kómában, és háromszor élesztettek újra, mert a szív működésem teljesen leállt. Tehát teljesen. És 15 nap után én felébredtem. A anyukám és a nagymamámnak a testvére ültek az ágyam mellett, és annyit tudtam mondani, hogy anya, Jézus él. Igen. És jöttek az orvosok, és még utána 5 napig mesterséges kómába raktak, mert ugye az amputáció és a fejműtétek miatt annyira nagy fájdalmaim voltak, hogy azt tehát ilyenkor még azért nem bírjuk ki egy 20 éves lánynak a szervezete. Igen. Hú, de kemény. Azt akartam, az ugrott be egyébként, hogy a legtöbb energiát nagy valószínűsége anyukától kaptad, hiszen hogyha megtalálja a helikoptert, megtalálja a mentőt, aztán eszébe jut, vagy nem tudom, kinek jutott eszébe, hogy akkor hozzuk el az orvost, mert egyik sem működik, tehát hogy ezt ugye csinálnia kellett. Persze minden anya, meg minden szülő csinálja a gyerekének, bármit megtesz, de azért ott abban a jelen pillanatban a lélek jelenlét, ugye ezt mondjuk, hogy a lélek jelenlét, az nagyon erősnek kellett lenni, hiszen össze is omolhatott volna, hogy Jézusom, elveszítem a lányom. És úgy, hogy a 5 éves volt a húgom, 6 éves volt az öcsém, és akkor 8 éves volt a másik. Tehát, hogy még ott volt neki 3 gyerek is. És kvázi őket gondolom apukádra hagyta, vagy nem tudom, nem, hogy... Elváltak a szüleim. Ja, és őket biztonságba kellett helyezni, és akkor gyerünk gyorsan, nézik az alletet, hogy akkor elintézem. Igen. Akkor anyukád egy ilyen nagyon... Nagyon stram nőci, tehát, vele is jó lenne találkozni. Tehát, aki ezt így... Egyébként én is ilyen vagyok, hogy abban a helyzetben, amikor bármilyen probléma van, én teljesen tiszta vagyok, látok mindent. Amikor már elmúlik, tudod, eltelik egy-két nap, akkor jön rám a remegés. Akkor fogom föl, mit tettem akkor. És voltam ilyen helyzetekben. De anyukád biztos, hogy nagyon sokat segített neked. És nagyon. És ezt említ, mondjad, Péter? Fejezd be a mondatot, aztán majd meg van egy kérdésem. Befejeztem, tessék. A kérdésem az, hogy ez mikor történt. Egész pontosan mondjad a dátumot. 2005. január 10. 2005. január 10. Akkor, ha ez a műsor, ha a YouTube-on valaki látja, és oda jut ahhoz az emberhez, aki meghúzta a vészféket,
az jó lenne, ha jelentkezne nálunk. Nem, nem, nem jó lenne megismerni, szerinted? Vagy már eltelt már elég idő, de... Hát most igazából eltelt elég idő, de... Bár, igen. Tessék, igen. És a vonatvezetővel? A... Nekem van egy-két ismerősöm, barátom, rokonom, aki vonatvezető, és voltak már sajnos ilyen helyzetekben, volt, hogy tragikus lett a vége, és mondom nekik, hogy ezt hogy bírjátok földolgozni? Hát ez, tehát ő ugye végzi a munkáját. És szerencsétlen gondolatot szerintem 2 hétig nem tudott aludni. Tehát, hogy ki gondolná, hogy egy 20 éves fiatal, életerős csajszi háta mögött sétálgat, és ő meg észre se vette volna. Persze. Tehát ő intézte volna a saját munkáját, igen, és elmegy 200 méterre. De amúgy figyelj, hogyha ott engem nem vesznek észre, akkor lehet, hogy igazából évek múlva fedezik fel a testem, hogyha a kis csontjaimat, vagy nem tudom, uh-huh, mert nem tudom, hogy meddig tolt maga előtt. Tehát, hogy ott nem messze volt egy vonatáll, a vasútállomás, uh-huh, de nem tudom, hogy addig elvitt volna. Most már nyilván azóta nincs ott ez a hely, mert beépítették, és egy autópálya van arra, de visszamentem. Uh-huh. Visszamentem. Megnézted? Megnéztem. És... Azért ez nagyon kemény. És amiért nagyon jó, hogy itt vagy, ezt így elmondod, és a másik meg az, hogy most látunk mosolyogni. És itt van a 3,5 hónapos kisfiad, meg a Gábor, akivel liftet találkozol, és ezért nagyon jó, mert mondhat itt bárki bármit, hogy jaj, kiszakadt a fülbevalóm, vagy az új Nike fölsőm, vagy bármilyen probléma, összetört az autóm, vagy leégett a házunk. Azok problémák persze, de egy ilyen helyzethez képest, tehát ez semmi. Nem? Szerintem akkor, abban a pillanatban, amikor újra tanultam az életet, így. Tehát, hogy annyira nem gondolkoztam azon, hogy majd most akkor én ezt azért csinálom, mert nem. Egyszerűen zsigerből jön, hogy annak működnie kell. Hát főleg, hogy az orvosok is azt mondják, hogy nem sok esély van. Tehát egy pillantás, igen, kettő nem. Tehát, és ebből így jössz be hozzánk. Tehát ez és zseniális. Ott kanyarodtam vissza, hogy a nővér... Igen, hogy mennyi segített. Igen, és hogy volt ez? Januárban volt, és február, márciusban vittek fel Pestre a rehabilitációs intézetbe, és... Kicsit közelebbről beszélj, légy szemünkre. De úgy húzod a magadhoz nyugodtan. Ott nagyon korán jött a tavasz. 2000, uh-huh. 2000, nagyon, nagyon korán lett a meleg, és a nővér, ahogy tologatott a kerekesszék, 38 kiló voltam. Tehát, hogy csont és bőr, és behívták őt az egyik szobába, és engem kint hagyott. Hátrafelé viszont nyitva volt az ajtó, és hát ugye koponyasérültek osztályán feküdtem, tavasz volt, nagyon sok motoros fiúval, uh-huh, szintén, akik ott feküdtek, és hátul ültek egy ilyen kis dohányzó részen, cigiztek, uh-huh, pizzát ettek, és röhögtek. Uh-huh. És én előtte cigiztem, és megcsapott a cigiszag, és hogy így fölnéztem, és láttam, hogy ők nevetnek, meg ott együtt beszélgetnek, meg úgy az egész millió, ahogy van. Így igazából én arra emlékszem, hogy az volt az első olyan pillanat, amikor én tudtam gondolkodni. Uh-huh. És magamra néztem, és annyit tudtam, hogy arra szedd össze magad, hogy nézel ki. Uh-huh. 20 éves vagyok, és én ugyanúgy el akarok járni bulizni, ugyanúgy akarok pasizni, ugyanúgy akarok vásárolni, és ugyanúgy akarom élni az életemet, mint előtte. Uh-huh. És elkezdtem megtanulni beszélni, az volt a legnehezebb. Tehát azt mondani, hogy mondjuk anya, az nagyon sokáig tartott. De a fejedben mindent tudtál, csak nem tudtad kimondani? Erre nem emlékszem. Uh-huh. Erre én nem emlékszem, hogy volt. Azt tudom, hogy nehéz volt megformálni, úgymond a hangokat. Uh-huh. De onnantól kezdve, hogy írni, olvasni, járni, beszélni, beszélni nem, mert az volt az első, de az írás-olvasás és a járás, az már utána könnyebben jött. Uh-huh. A fejem
a feje, hát itt látszik innen, és így teljesen hátra, 38 öltés. A lábam viszont, tehát nekem van bokám, és van sarkam. Nekem lábfejem nincsen. Uh-huh. Az embernek az egyensúlyát, azt 60%-ban, nem, 40%-ban a lábújak teszik ki, 60% van a fülben. Ugye a fülemnek semmi, tehát nekem csak a fejem. Csak a fejem, és csak a lábam, tehát belső uh-huh. szervi. Semmi. Itt van egy ilyen uh-huh. egy centis sérülés, körülbelül ennyi az összes, ami a testemen volt. Semmi más nem sérül, csak a fejem és csak a lábam. Hát a lábam tértől lefelé az ripityára tört. Tehát uh-huh. 2 centi alatt 5-ször volt eltörve, úgyhogy azt ilyen vasakkal rakták össze. Meg hát ugye az amputáció. De én augusztus végén jöttem ki a kórházból, abban az évben, augusztusban, úgy jöttem ki, mint ahogy most vagyok. Jó, hajam az nem volt. Gyakorlatilag akkor fél év. Igen. Tehát, hogy ez teljesen. Ez, gondolom az orvosok is azt mondták, hogy nem tudunk mit tenni, ez van. Igen, tehát, hogy nekem nem adtak sok esélyt. Hát igen, és ahhoz képest, hogy említetted, hogy na, köszönjön igen, a kislányától már. De nagyon, tehát pszichológushoz járni, a gyógytornászhoz járni, az orvosokkal folyamatos kontaktban, de nagyon fiatalok voltak akkor, mint a gyógytornászaim, mint a pszichológusaim a rehabilitációs intézetben, és nagyon-nagyon jó fejek voltak. Uh-huh. Nagyon-nagyon szerettem őket. Utána többször visszamentem köszönni, és mutatni, hogy nézzétek, jó vagyok. Uh-huh. Nem gondolkoztál azon, hogy esetleg ilyen segítőszerűnek beállsz? Én utána fönt maradtam Pesten, az országos orvosi, nem, a, akkor a, hirtelen akartam mondani, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben voltam, és a mozgássérültek államint akkor így hívták, most nem tudom, hogy hívják, de akkor a mozgássérültek állami intézetében költöztem be, mert ott a pszichológusom segített bekerülni. Uh-huh. És találtuk nekem iskolát, tehát iskolát úgy, hogy közben dolgoztam is, és a májiba beköltöztem, ebbe a mozgássérültek uh-huh. állami intézetébe beköltöztem, és ott a pszichológus is eleve nagyon sokat segített, és ahogy beköltöztem ott azért egy ilyen intézetben, akik ott élnek, hogy mondjam, az sérültek. Az egy jó iskola. Nem tudom, ott, tehát én oda nem jártam iskolába, ott működött uh-huh. egy gimnázium nekik. Uh-huh. Ugye én akkor már 20 évesen túl voltam az ilyen iskolákon, de ott fiatalok vannak, idősek vannak, és segítettem a minden szerdán 5-től 7-ig kosárlabdáztunk a kerekes székesekkel, tehát én ott próbáltam kivenni a részemet, uh-huh. bár ők rám sosem néztek mozgássérültként, mert uh-huh. rajta soha semmi nem látszik. Persze, amikor találkoztam egy fiúval, ugye én akkor azt hiszem 22 éves voltam, találkoztam egy fiúval, aki ugyanúgy vonatbalesetes volt, és egy keze maradt. Uh-huh. Akkor ő azt mondta, akkor dohányoztunk, és azt mondta, hogy én nem akarok veled többet beszélgetni, és mondtam, hogy elhiszem. De ettől függetlenül te is boldog ember vagy, mert élsz. Uh-huh. És akkor így összeborultunk, és mondtuk, hogy oké, jó, és akkor szívünkkel még egy cigit. Uh-huh. Szóval így próbálkoztunk, de nyilván, amikor egy olyan idős ember jön veled szemben a folyosón, aki a szájával irányítja a joystickot, mert 5 évesen kapott egy olyan satot, uh-huh. hogy lebénult nyaktól lefelé, akkor azért megint kicsit átértékeled az életedet, hogy ja, vannak sajnos ilyenek is.
De próbáltam mindig melléjük állni, és akkor volt olyan, hogy az egyik szobatársam, aki nyitott hátgerinccel született, az anyukája kórházba került, és akkor még nem volt megoldva Budapesten az alacsony padlós közlekedés, és a Moszkva tértől teljesen a 13. kerület végig eltoltam a ötkerekes székkel. De úgy, hogy reggel 8-kor indultunk, és este 6-ra értünk haza. Jó, de jó. Akkor megtettél mindent. Igen, próbálkoztam is, és szerintem sokkal több empátia szorult belém azok után, hogy érzed egyébként ahhoz képest a 20 éves Allett a baleset előtti időszakban és az utáni időszakban, hogy nagy váltás történt, tehát őrült módon erős lettél, hogy már pedig különböző célokat igenis erővel is meg fogod csinálni? Nem. Már nem fizikai erővel, hanem lelki erővel? Nem. Nem? Nem. Hogyha egy nagyobb dologra van szó, akkor szerintem ez egy zsigerből jön. Uh-huh. Hogy, te ez a típus vagy. Hogy oké, csináljuk. Uh-huh. Tehát, hogy úgy nem gondolkozunk úgy rajta, de ahhoz képest, hogy milyen ember voltam a balesetem előtt, és után, én úgy gondolom, hogy rossz. Rossz ember voltál? Rossz ember voltam. Igen. És lehet, hogy egy ekkora pofon kellett ahhoz. Ez jó nagy pofon volt azért. Lehet, hogy rossz ember voltam, és minden nap, amikor reggel felveszem a protézisemet, emlékeztetni kell arra. Uh-huh. És lehet, hogy ezért kaptad, hogy... Én valahol nem úgy tekintek erre az egészre, hogy Úristen, ez milyen rossz dolog, hogy ez történt velem, és akkor nem akkor kellett volna, meg így kellett volna. Nem. Ez lehet, hogy nekem járt. Uh-huh. És ugye azt mondják, hogy Isten mindig csak annyira büntet, amennyit elbír a lelked. Uh-huh. És lehet, hogy ezt én azért kaptam ezt, mert én ennyit bírok. Uh-huh. Nem akarom elpoénkodni, de én meg valószínűleg a Pétert azért kaptam. A másik poén, ami nagyon hülye poén lesz, nem emlékszel, hogy milyen zenét hallgattál akkor? Nem. Uh-huh. Nem, de biztos valami butát. Buta zenét? Hát ha nem figyel, és elveszi a figyelmet, akkor biztos valami buta zene lehet. Akkor a előtte lévő perceket, pillanatok azért megvannak. Ugye? Vagy az, hogy kiesett? Haragudtál valakire, esetleg összevesztél valakivel, nem jött össze a fiú, vagy iskolában történt valami, nem semmilyen? Nem, akkor pont ilyen nyugodt életet éltem. Nem, azért ott nagyon szerettünk bulizni, tehát uh-huh. azért 18-9 évesen egy kisvárosban két hajszállal több volt, mint a többinek, tudod, akkor mindjárt én vagyok a vagánylány, uh-huh. aztán mentünk, jöttünk, bulizgattunk, nem vetettük meg az alkoholt sem, és tehát hogy nem emlékszem nagyon. Ez reggel volt, vagy este, vagy délután? Este. Vagy este? Este, hiszem 10 órakor. Este 10? Uh-huh. Ja. Igen, valószínű, hogy azért is tolatott ennyire bátran, mert gondolta, hogy már senki nincs. Ja, vasárnap. Vasárnap? Aha. Fú. Igen, vasárnap este. Ja. És szóval én ezt valahogy úgy gondolom, hogy nem nagyon sok mindenre nem emlékszem. De úgy, tehát amire emlékszem, azt úgy gondolom, hogy nem voltam jó ember. Uh-huh. És ezért kaptam. Milyen furcsa, nem vagyunk vallási műsor, adáson kívül bármiről beszélgethetünk, de uh-huh. nem szoktunk itt se politikáról, se vallás, meg ilyen hasonló dolgokról beszélni, de azért, hogy említetted, hogy azt mondtad anyukádnak, hogy Jézus van. Igen, Jézus él. Én azért hiszem el ezt, amit mondtál, mert én 7 napig voltam kómában, uh-huh. és amiket így olvastam, hallottam, emberek mesélték minden, hasonló szituban voltam, majd ezt is megbeszéljük adáson kívül, de azóta az én hitem is, hogyha lehet ilyet mondani, megerősödött. Aha. Tehát én is visszajöttem, én perforált vakbeles voltam, tehát gyakorlatilag aha. pár órám volt hátra, és itt vagyok. Aha. Élek mások nagy örömére. De a másik dolog, hogy nem akartunk egy olyan, most ezzel a műsorral egy olyan műsort csinálni, hogy most mindenki szegény Allett, meg nem. Hanem tényleg ez így mosolyogsz, így kvázi az egészen, és itt vagy, és ez egy akkora lelki erőt adhat bárkinek.
Én világéletemben azt mondtam, főleg itt a baleset után, hogy engem ne sajnáljon senki. Az a legrosszabb, nem? Igen, igen. Tehát, hogy jaj, szegény, mert nincsen csak 5 lábúja. Sőt, elárulom, csak 2 van éppen, mert a másik lábam is sérült, és az sem teljes, úgyhogy igazából 2 van, szóval nem is 5, de nagyon boldog életet élek. De látszik rajta. Az emberrel, akit mellém rendeltek, 9 éve boldog vagyok. A liftben, igen. Igen. és van egy 15 hetes gyönyörű szép kisfiam. Azért el tudom képzelni a Gábor arcát, a párod arcát, amikor csak mesélj már, hogy mi történt veled, nem, és akkor elmondja, és akkor a Gábor meg ott ül, nem ismerem a Gábor, de el tudom képzelni, húha, tehát erre nem lehet mit mondani. És tudod, hogy nem így volt? Nem. Nem, mert... az első alkalommal, amikor így elmentünk vacsorázni egy Burger Kingbe, mondtam, együnk, mert nagyon éhes vagyok, semmi tényleg, tehát nem ilyen fiús-lányos vacsora, csak együnk, és elkezdtünk beszélgetni. És mondtam neki, hogy tehát elmondtam a sztorit, hogy mi történt, és ennyit mondott, hogy baszki, ez egy dolog, de mi van a kezeddel? Ekcémás volt a kezem, és nagyon csúnya volt. És akkor mondta, hogy fél leszarom, hogy mi van a lábaddal, de mi van a kezeddel? És annyira nem érdekelte, és annyira nem foglalkozott velem, mert azt mondta, hogy te így vagy egész. És ő ezt tudta kezelni mindig is, hogy mit tudom én, elmegyünk az óceánpartra, és leveszem a protézisemet, tudom, hogy néznek, persze, hogy néznek, én is nézném, mert úristen, ez valami más. Nem zavar. Abszolút nem zavar. Őt sem. Mert hogyha zavarna, vagy őt zavarná, de mondjuk leginkább téged zavarna, akkor egyszer meghűlnél ettől. Tehát, hogy... Igen. Meg igen, én is úgy vagyok az összes ilyen rokkant kocsissal megsérült el, hogy én nem akarom őket sajnálni. Gyere, kosarazunk, tudsz mozogni, minden, vagy sakkozunk, vagy bármi. Tehát engem nem érdekel, nem foglalkozok vele. Persze. Ezzel a dologgal, mert a sajnálat az a legrosszabb dolog, nem? Igen. Hogy megsajnálnak. Hogy... De miért? Tehát, hogy nem látnak, egy testet látnak. Igen. Attól függetlenül nem tudják, hogy ő milyen életet él, vagy hogy gondolkozik, vagy mi várja őt otthon. Ja. Sőt, sokszor, akinek csili-villi mindene, annak a legrosszabb. Ja, annak a lelke szenved, kínlódik, és nem boldog. És nem sajnálják. Őt nem, mert ugye ami kifelé jön, ja. Például ilyen reklámsapkában van, meg reklámpólóban. Nem csak azért szeretem a Pétert, tudod, egyfolytában így fricskázgatom, meg cikizem, hogy szólaljon meg, és kérdezzen meg, veszélyen. Kérdez. Oké. Olyan, figyelj. Igen. Komoly témáról beszélünk. Egy. De nem, látszik az alletet, nem akarja. Okay. Tehát, komoly témáról beszélünk. Egy. Igen. 2, olyan sok point le tudnák így ütni. Még. Le tudnék ütni. Igen. De mondom, nem akarok megint ilyen ezt elhülyéskedni. Igen, mert, ez nem lehet. Igen. Mert én azért szeretem az arlettet, mert amit te is mondasz, az a kisugárzás, hogy amióta én ismerem, ő mindig is pozitív, és... De azért most már sütöges, de nyugodtan. Tehát ez a sztori, ez megvan, elmesélte nekünk, tényleg nagyon köszike meg mindent, de... Elmondhatok egy poént. Bármit. Kettőt is. Na. Tehát azért ebből is lehet viccet csinálni. Igen. Mert amikor az új protézisem volt, és... nagy volt, és simán meg tudtam fordítani a lábamat benne, és amikor a mozgó lépcsőn mész fel Pesten a Moszkva térnél, és ugye az Európa leghosszabb mozgó lépcső, és így megfordítom, és akik mögöttem állnak, és néznek, és tudod, és így nem tudnak hova nézni, igen, és akkor igen, zavarva. Igen. És én meg csak állok, tudod, egyik lábam előre néz, a másik meg vissza. Állna, és én csak állok, és nézek, és mindenki ott össze-vissza, tudod, mindenkinek vörös a feje, és ja, nem tud, igen. És akkor elindulnak visszafelé, meg ilyenek, ó, ez nagyon. Szóval ezt fel lehet fogni így is. A másik, 4-es, 6-os villamos, én kerekesszékben ültem, mert megműtötték a lábam. Vastag volt, az egyik bokacsontot nem vették le, és nagyon zavart, mert dörzsölte a protézis, és mondtam az orvosnak, hogy légy szíves. Ez már ilyen rutin műtét volt igazából már akkor. Szóval... Neked már nem is számított, hogy pár órását most, Istenem, semmi probléma. Ambulancián megcsinálják. És
boxcipő volt rajtam, ugye, hogy azért valami fogja a kötést. És kerekes székben ültünk, mentünk sörözni. Hát ugyanúgy lehet élni az életet, kerekes székben, és a barátnőm jött értem, és ugye úgy ő tologatott. Azért csak nehéz tekerni magadat, és ő tologatott. Ülünk a 4-es, 6-oson, telistele az egész villamos, és akkor mondja a barátnőm, hogy felkészültél? Nem biztos. Mire? Szóval csak mindegy, felkészültél, de ezt olyan suttogva. Uh-huh. Mondom, persze. És akkor a Szilvi így rám néz, és ennyit mondta, hogy most érzem az erőt, azt mondom, hogy kelj fel, és járj. És akkor én felálltam. Azért a döbben tartom. A következő megállóban mindenki zárt a villamosról. Ja. Pedig hát ugye nyilván nem tudják, hogy tudod-e tudsz járni, meg hát semmi igen. bajod nincsen. Igen. Meglepőd. Csak abban a pillanatban. De én akkor ezt így poénnak. Utána letáljunk a villamoson. Ja, nem kell. Ezt kipróbálnád itt esetleg, mi? Nincsen kerekes széke. Szerzünk egyet. Ki szokott dobban lenni mindig az útszélén látok. Ilyen az összecsukatós. Szerintem most Halloweenkor együtt megyünk majd trikatriózni. És mi leszek? Tehát kalóz. Jó. Gábor úgy hív. Vagy esetleg Deák Bia Gyula, de az nincs nulla, mint lenne. Aha. De amúgy Gábor úgy hív, hogy kalóz. Tényleg? Jó, hát ő szeretetből. Hát de miért? Miért? Hát már hogyha megyünk a beach-en, akkor nézzel meg, milyen lábnyom ott van. Életem? Igen. Úgyhogy, ja. De jó. De legalább el tud viccelni az egészet. Ja, de meg ő tudja, hogy én ezt így nem veszem komolyan. Mhm. Uh-huh. Hál' Istennek nem. Egy ilyen kis frappán sajszű vagy egyébként. Azt igyekszem. Kell mondanom, hogy nem is ismertem, nem is találkoztunk soha, és tényleg ezt, hogy így ezt elmeséled, ezt én megköszönöm a nézők nevében is. Mert ez egy tanulságos dolog, és tudjátok, van a, megint nem vagyok felkészült, a kéz meg a láb nélküli emberünk, tudod, aki focizik, igen. csúszkál minden, tehát nekem egy akkora példakép, tehát hogyha, nehogy én nyávogjak már azért, mert megszúrt a nem igen. tudom, micsoda a szög, vagy a megcsipet a darázs, meg, hanem az élet, meg ami benned is benned van, hogy zsigerből jön, hogy igenis élnünk kell, csinálnunk kell, ezért születtünk rá, ezért vagyunk itt, ez jó. Attól függetlenül, hogy valaki mondjuk kerekes székbe kerül, ugyanúgy érheti az életét, egy szinten lejjebb. Semmiről nem marad le. Semmiről, mert ugyanúgy tud autót vezetni, ugyanúgy el tud menni kosárlabdázni, ugyanúgy tud gyereket szülni, és ugyanúgy megvan mindenre a képessége. Uh-huh. Szóval én... Csak mi hisszük azt egyébként, akik így éljük az életünket, hogy ha már egy ilyen dolog történik, akkor kész vége az életed. De hogy van vége? Hogy lenne? Nem, sőt, akkor kezdődik. Igen? A B oldal. Mondod, a B oldal. Mondjuk nekem a koromnál fog kezdődik a B oldal, de az, hogy tehát nincs vége. Hogy lenne? De hogy van? Nincs. Hát itt ez a kisfiad, megszületik a másik, vagy a kislányod, vagy bárki, és akkor ott fognak szaladgálni minden, észre se fogod venni. Sőt, nem is gondolsz erre. Vannak rémálmaid néha? Álmodsz erről vagy? Semmi? Nem. Kész? Vége? Nem, nekem soha nem is volt. Uh-huh. Ami kínoz igazából a mai napig, az a fantomfájdalom. Ezt akartam kérdezni. Igen? Igen, mert hogy lehet, hogy nincs végtagod, de az idegvégződéseid megvannak. Jó, és akkor, hogy fázik a lábad, ujja, meg a ilyenek? A fázni nem szokott, viszket. Viszket. De ez borzasztó. És tehát először mondta az orvos, hogy ez 1-2 év, és elmúlik. 16 éve szenvedek. Szóval jó, szegény. És mit tudsz csinálni? Semmit. Semmit? Semmit. Se hidegvizes borogatás, melegvizes? Nem, azt mondta még akkor az orvos, hogy ugye ott én meg tudom keresni, hogy hol van az idegvégződés, és akkor megfogom. és akkor majd nem fog viszketni, vagy uh-huh. ének. Semmi. 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 Ez van olyan, azt mondta, volt olyan, aki azt mondta, hogy a protézis szokta a vakargatni, és akkor... Ja, agyban. Majdnem, földolgozott. Ez sem működik. Megfogtam, és így szoktam verni a lábamat a földhöz, és akkor aki nem ismer, azért megkérdez, hogy mi van. Semmi. Csak viszket a lábam. Igen, olyan. Igen, ez Gábor szokta hozzátenni. Viszket a lába. Nem értik. De jó. Hát, ja. Péterem, mondja le. Van még kérdés? Nekem van egy csomó, de... Tényleg... Eleve a neved, ahogy kezdődik, ez nagyon jó. Nagyon jó a sztorid.
ami ugye otthon történt, az itteni is nagyon jó, meg az, hogy ilyen nyilvánosan beszélsz, akár az életedről is, meg erről a bizonyos helyzetről is, hogy ez mekkora, nem is helyzet, ez hülye szó. Miért kéne titkolózni? Jó, persze, hát el kell mondani, mert igen, én nem szoktam ezt így nagy dobra verni, vagy nem szoktam ezt így nagyon igen, kiteregetni, reklámozni. A Péter mondta, hogy csináljunk ebből egy ilyen műsort, uh-huh. és mondta, hogy én nem. És akkor mondta, hogy ezzel segíthetsz másoknak. Ezzel, és akkor mondtam, hogy oké. Ezzel segíthetsz másoknak. Most képzeld bele, hogy a YouTube-on valaki most mondjuk fekszik a kórházi ágyában, és abban a helyzetben van, mint te voltál, uh-huh. és mondjuk esetleg tételezi fel, hogy oda tartja anyukája, apukája, testvére, bárki a telefon, uh-huh. és mondja, hogy nézd már ezt meg. És igen. lehet, hogy pont ettől indul el benne valami. Pontosan. És hogyha megnézik egy jó páran, de csak egy embernél ütött be, és azt mondja, hogy hú, ez jó, persze. adtál neki energiát. Én is bízom benne, hogy sok ember lesz, aki, és nem feltétlenül, nem is kell még az, hogy kórházi ágyon legyen. Csak mondjuk egy olyan élethelyzetben van, amikor azt mondja, hogy kilátástalan vagyok. Uh-huh. Akkor nem. Bárhonnan föl lehet állni. Yeah. Bárhonnan. Yeah. Amikor már azt mondják, hogy nincs tovább, és lehúzzák a rolót, akkor is föl lehet húzni. Csak nézd le téged a nagy monitoron. Várjál, tessék. Ne így, mert látszódik a hasam. Most. Látszódik a hasam. De nagy probléma. Mi? Yeah. Hát mi? Igen. Viszont arról is beszéltünk, hogy oké, te itt vagy, de vannak olyan híres emberek, akiről te nem is tudod, hogy neki is vannak testi fogyatékosságai, mint például Denzel Washingtonnak, annak az egyik ujja így áll, és ugyanúgy csinálja a filmeket, és így áll az ujja. És, egész jól csinálja a filmeket, ja. Mindenki ismeri. De jó, szerintem siessetek haza a kis 3,5 éveshez. Ő már alszik. Életem, szerintem. Drágám. Egy SMS-t majd küldhetné apának, hogy mi újság, rendben volt minden. Ideges típusú anya, ja, vagy mikor... egyik? Nem. Nem? Mikor eljöttem, akkor mondtam Gábornak, hogy oké, tejtsi a hűtőben, nem mikrózunk, hanem megmelegítjük uh-huh. rendesen. Ez az első alkalom, hogy cumis üvegből eszik. Ez is. És akkor mondtam neki, hogy a pizsomáját oda tettem a pelenkázó mellé. És akkor mondta, hogy ott az ágy, meg blablabla, bla, bla, mert uh-huh. hogy te anya vagy, és mondtam, hogy ennyi. Uh-huh. Ezt kell, ez kell teljesíteni. Ennyi az összes pont. Ott a pizsi, meg ott a tejcsi. Képzeld el, nekem 3 fiam van, és az egyik fiamnál a középsőnél, amikor hazamentem, én diszkóztam Magyarországon, uh-huh. diszkóztam is, és hazamentem hajnalba, már nem voltam szomjas, és hogy mindig oda mentem, akár milyen állapotban is a gyerek ágyhoz, és megpuszíltam, megsimogattam uh-huh. mind a hármat, és a középsőn nem volt benne az ágyba, a gyerek ágyba, mondom, egyből kihúzanottam, hogy mi történt, és akkor keresem a gyereket, sehol, tudod, a feleségem alszik, hát mondom, ezt el sem hiszem, hogy mi van. És képzeljétek el, hogy éjszaka mindig evett, tehát éjjel-nappal evett, olyan étvágya volt, hogy hihetetlen, és este oda tette cumizni, és bealudt mind a kettőt, és így felhúzta a takarót magára, és a gyerek ott van a takaró alatt, és így lehúzta, és ennyit csinált a gyerek. Gondolom kapott levegőt, mert mondta, hogy most már kaja az megvan, az oké, csak én egy kis oxigén. Egyen meg. És nálunk ilyen sztorik voltak. Én például imádtam tisztába tenni, képzeld el. Nagyon sok fiú, férfi barátomat kérdeztem, minden ők nem szerették. Engem abszolút pelus le, uh-huh. egyből kuka, vízcsap, vagy a mosdókagyló uh-huh. ráfektet, és megmostam a kis fenekét, és az az érdekes, hogy amikor hazajöttek a kórházból, mind a 3 gyerekkel, a feleségeim, akkor féltem, képzeld el, megfogni a gyereket. Aha. De eltelt egy kis idő, megszoktam, és attól kezdve, hát hányszor csusszant le a gyerek a habos vízbe, eltűnnek, kicsusszott a kezemből, fölhúztam, és akkor csak néztek nagyot, de mind a 3 éjjel jól van. Na, ezt akartam elmesélni, de tényleg nem is rólam szól. Ez nem, rólad szólt. Ez komolyan mondom, hogy nagyon jó, hogy elmesélted nekünk. Remélem, hogy sok embernek tudtam egy icipicit segíteni. Biztos vagyok benne. Meg örülök, hogy megismertelek. Én is. Köszönöm szépen a meghívást. Szívesen. A Gábor is ugyanolyan pozitív, mint az Arlett, szóval én nagyon szeretem őket úgy, hogy értelmesek, hogy lehet velük, amit beszéltünk, hogy lehet velük értelmesen. Várjál, mondani akar valamit. Értelmesen. A Gábor majdnem elveszítette a kezét. Motorozás közben? Nem.
a dolgozott és a csapszóval elvágta. Akkor csak a Gábort is el kell hívni, akkor már te maradsz a kisráccal. Te már tudod minden, hogy hol van, hol a kaja, nem mikrózunk. Ja, de a Gábor is egy nagyon érdekes személyiség. Tehát ő egy 80 fős faluból jött. Uh-huh. És úgy, hogy mikor hazamentünk... 80 fős faluból. 80 fős faluból, és úgy, hogy mikor hazamentünk, akkor mondtam neki, gyere el velem Pestre. Hogy mutassam meg, légy szíves, hogy milyen Budapest. Uh-huh. És akkor késett a gépünk, egy nappal később jöttünk vissza, törölték a járatot, viszont ott Pesten kaptunk egy szobát hotelben, és akkor mondtam, hogy na jó, akkor most megyünk a bárba, és akkor szétnézünk, és azóta is azt hallgatom, hogy Úristen, igen. Pedig azért itt is nagyon sok helyre jutottunk, de Gábor nagyon-nagyon szereti Pestet. Uh-huh. Pedig tényleg csak egy pár órát mászkáltunk. De megfogta az. És a 80 fős faluból. Uh-huh. Melyik faluból jött? Imola. Imola? Nem Franciaország Imola. Nem. Hú, de ismerős. Imola. És Magyarországon, én tudom. Mihez van közel? Aktelek mellett van. Én, fú, de valamiért ismerős nekem. Mert Imola... Imolai nagy futam, tudom. Igen, és hát akkor onnan szokták, hogy olykor Olaszország, de nem a Magyarországon. Nem, Magyarországon is tudom, hogy Imola. Na mindegy, ez már az én problémám, majd a Gáborral megbeszéljük. Ja. És akkor motoros ráadásul, figyelj, itt a helye. Okay. Köztünk. Rendben. Köszönjük szépen. Bencsik Éva. Éva. De el kell mondani. Ez akkor... a hivatalos. Ki az Éva? Az anyukája. Igen. Anyukád, oké, okay, minden jó? Igen, gondolom. Puszíjuk innen. Ja, nézd vele a kamerába, integessél. Hello, anya. Most integessél. Hello, anya. Még egyszer. Meg a tesóknak. Ja, de mert őszintén, mikor hívtak téged Évának? Jó, de jó, oké, de most hivatalosan mondom, akkor Bencsik Allett, zárójelben Éva. Igen. Zárójelben zárva. Igen, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Szia. Mindenki integet. Sziasztok.